A tapasztalat azt mutatja, a fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő családok súlyos nehézségekkel küzdenek. A pszichés, a pénzügyi és az oktatási helyzet, a társadalmi hozzáállás, a fogyatékosság mértéke óriási hatást gyakorolnak a családok mindennapjaira. Egy szülőnek segítségre van ahhoz szüksége, hogy megértse a gyermeke eltérő fejlődésének a hátterét. Nem lehet ösztönös szülői reakciókkal reagálni nevelési helyzetekben. Kell egy olyan sajátos látásmód és egy olyan szülői tudatosság, amivel a gyerekek szocializációját nem csak a családi helyzetekben, hanem esetleg a családon kívül, játszótéren, esetleg játékos foglalkozások keretében a szülő jól tudja segíteni. A találkozón tapasztalatokat cserélhetnek a szervezetek képviselői annak érdekében, hogy segítsék az érintett családok szocializációját. A mi iskolánkban sok gyermek szenved mentális zavartól. Integrációjukat úgy oldottuk meg, hogy egészséges gyermekekkel közösen járnak egy osztályba. Mi tanárok és a szülők és szakemberek szerint is ez segíti legjobban őket a szocializálódásban. A Fejér megyei közgyűlés elnöke is tiszteletét tette a rendezvényen. 2008 óta rendeznek ilyen konferenciát egész Európában, európai forrásból, és hát a jelentősége azzal bír, hogy Fehér megyében rendezik meg most hazánkban. Már csak azért is, mert Székesfehérváron is található olyan intézmény, ahol csökkent képességű, fogyatékos gyermekeket nevelnek, és Fehér megyében más helyen is van ilyen sajnos. A más fogyatékos gyermekekért alapítvány török, görög, litván, román és angol szervezetekkel közösen vesz részt a sajátos nevelési igényű gyermekek és családjaik segítését célzó nagyszabású projektben.